Podgoricában azért soha nem játszunk egy könnyű mérkőzést, hiszen nagyon harcos csapat, és otthon még inkább még többet beleadnak, de sikerült 2 ponttal hazaérnünk, aminek nagyon örül a csapat. Ilyenkor egyébként, amikor tényleg megdolgoztok a pontokért, ez ilyenkor mindig egy kis plusz erőt ad, hogy azért megvan a csapat egység, hiszen azért most is egy 5-6 gólos hátrányból álltatok fel. Igen, fel tudtunk állni, ez nagyon pozitív, hiszen végig küzdöttük a mérkőzést, és a végén nyerni tudtunk, úgyhogy azért remélem a következendő meg kicsit egyszerűbb mérkőzéseket játszunk. És ezt az akár egyszerűbb mérkőzést majd lehet játszani szerdán, hiszen a Békés Csaba érkezik hozzátok. Mire számítotok ezen a meccsen? Ugyanúgy készülünk, mint az összes többi mérkőzésre. Most egy kicsit ugye sűrűsödik a program, minden héten, majdnem minden héten 2 mérkőzésünk van. Próbáljuk a saját játékunkat játszani, és egy jó mérkőzéssel megörvendeztetni a közönséget. Ilyenkor egy sűrű programban mi az, amire oda kell figyelni? Tényleg most heti 2 meccs, mire figyeltek? Regenerálódás, hogy kell máshogy pihenni, edzeni, stb.? Regenerálódás az nagyon fontos. Ugye az edzések minőségét és mennyiségét az edzők odafigyelnek, hogy megfelelő legyen a terhelés, és pihenni.